Egy hónapos avlog. Mondjuk technikailag egy kicsit problémás eldönteni, hogy pontosan honnan datáljuk a vlognak a kezdetét, hiszen már forgattam hozzá októberben is, Sevillában. Aztán Magyarországon talán 30-án kezdtem el forgatni az első epizódot, amit forgattam 31-én, meg 1-én is, és ha meg 30-a van, de hétfő is, az első adás is hétfőn ment ki, bonyolult. Lényeg az, hogy ha valahova tenni akarunk egy mérföldkövet, akkor a mai nap erre pont megfelel. És az az igazság, hogy őrült izgalmas egy hónapon vagyunk túl. Ez összesen 20 epizódot jelent, én nem is tudom, hogy pontosan hány percet, és azt sem tudom, hogy pontosan hány nézőt, de nagyon-nagyon sokat. Bőven túl vannak a milliós nézettségen ezek az epizódok így együtt. És az a helyzet, hogy nagyon-nagyon élvezem. Hétvégén véletlenül visszanéztem az első adást, és tök vicces volt felidézni, hogy igazából fogalmam sem volt, hogy mi fog ebből az egészből kisülni. Pedig hónapokon át készültem rá fejben, de miközben vettem fel az epizódot, igazából ötletem sem volt, hogy ez hogyan sül majd el, mennyire fog nektek tetszeni, és hogy milyen hatása lesz. De csináltam, mert hittem benne, hogy ez jó, és a káosz közepén borzasztóan éveztem a munkát. És higgyétek el, ez éppen elég, hogy higgyetek benne, és hogy élvezzétek, amit csináltok. Annak viszont minden esetre nagyon örülök, hogy úgy tűnik, hogy ti is szeretitek ezt a sorozatot, jók a visszajelzések, jók az ötletek. Hihetetlen, hogy hogyan kezdett el növekedni a csatorna. Január 1-én ugyanis 93.649 feliratkozóról indultunk, és hol tartunk most? Gyertek, megmutatom! 112.572-nél, ami körülbelül 18.000 plusz feliratkozó, ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt 20%-kal nőtt a csatorna. Az a csatorna, ami most már lassan 5 éves. Na húzzunk vissza a helyünkre! Na szóval, én köszönöm nektek ezt az első hónapot, baromi jól mulatok, és remélem, hogy közben ti is jól szórakoztok, és az a helyzet, hogy egyelőre nem fogyott ki a lendület meg a lelkesedés, úgyhogy előre a végtelenbe és tovább. Na aztán. Múlt héten ott hagytuk abba, hogy randi napunk volt Dórával, aztán taxisztunk hazafele valamikor este 10 körül, ahol a taxis megkínált minket cukorkával, meg wifivel, meg hányózacskóval. És elég jó ütemben nyomtuk végig a hétvégét is. Pénteken edzés közben beugrott a fejembe egy étel, amit nagyon-nagyon szerettem, és vagy 10 éve nem készítettem már el, úgyhogy szombaton nekiestünk. Mondom a receptet, vagy valami olyasmit. Csirkét pirítasz fokhagymával és répával, vajon csirkét kiveszed, még pirított csirkét visszarakod, felöntöd borra a vízzel, végül, amikor már elfőtte a lé nagy részét, tejszínes fűszerkeverékkel öntöd nyakon, forralod az egészet, aztán tálalod és megeszed. Utána meg fogtuk magunkat és elmentünk a telekre, mert ott vannak Dórának a sírécei, és tudjátok, holnap indulunk síelni! Egyébként isten ilyenkor kimozdulni Budapestről. A táj gyönyörű, hófette, emberek korcsolyáztak a befagyott Dunaágon. Mi meg sétálgattunk a kristálytiszta levegőn, ameddig meg nem néztem a smog térképet, és ki nem derült, hogy egy akkora fekete folt közepén voltunk, hogy ahhoz képest Budapest maga a sűrített alpesi tiszta levegő. Egyébként megjegyzem, hogy újra egy hatalmas fekete folt az egész ország. Egy kicsit rosszabb a helyzet, mint egy héttel ezelőtt volt, illetve Budapesten egy icipicit javult, de csak annyit, hogy a katasztrofásból visszaléptünk a tragikusba. Fasza. Na mindegy, síléceket elraktuk, jöttünk haza. Aztán elmentünk étterembe, méghozzá a Marriottba egy Sunday brunch-ra. Ez egy svéd asztalos menü néhány asztalra rendelhető fogása, lényegében egy all you can eat, de szenzációs minőségben, minden remek, minden nagyon-nagyon finom, garantált a rosszul létig evés. Nem is mindennapi program, csak ünnepi alkalmakkor szoktunk eljárni oda. Azért is szeretünk ide járni, mert a Marriott is városhőse tag, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki támogatja az éhező gyerekeket, az kedvezménnyel fogyaszthat itt 10%-kal, ami hogyha ketten eljöttök bruncholni, azt jelenti, hogy majdnem össze is jön a városhőse alapösszege belőle. Szóval úgy tudtátok támogatni az éhező gyerekeket, hogy ez igazából nem is került nektek semmibe, hiszen kedvezmény formájában visszajött az összeg. Majdnem, egyetlen kajálással. Aztán vasárnap elmentünk sícuccokat venni, mert egy csomó mindenem volt, de sapkám, meg síszemüvegem, meg néhány apróságom nem. És azért hiányoznak ezek a dolgok, mert jellemzően akkor jut eszembe bevásárolni belőlük, amikor hideg van. Viszont télen, decemberben, januárban már egyáltalán nem lehet sapkát meg kesztyűt kapni, mert kifogytak a készletek, és már a tavaszi kollekció jött be. Ezek itt a síkesztyűk. Egy darab volt csak a sapkából, egy darab. Hiszen januárban, kinek kéne ilyenkor sapka? Már nincs szezonja. Nincs, csak persze. Hát ilyenkor már tavasz van, ilyenkor már az ember atléta trikót vesz, hogy Bruce Willis-eset játszon. Ez olyan, mint hogy egy zoknit húztam volna a fejemre, egy könnyű nyári zoknit. Aztán tegnap este beugrottunk moziba, hogy végre megnézzük M. Night Shyamalan. Na most tényleg megnézem, hogy írják ennek a fickónak a nevét. Shyamalan.
M. Night Shyamalan. Szóval megnézzük ennek a fickónak a legújabb filmjét, aki hatalmas mozikat készített annak idején, a hatodik érzék jó volt, a sebezhetetlen szerintem szenzációsan szenzációs volt, aztán szépen lassan indult lefelé egyre katasztrofálisabb mozikkal, és a csúcson eljutott a hihetetlen mélypontig. Annyira rossz filmeket készített az elmúlt években, hogy a fickó az konkrétan átkerült a legnagyobb zseni kategóriából a legnagyobb kóklerébe. És ezt kevesen tudják elmondani magukról. De ez a mostani, a Split, wow! Hogy ne spoilerezzem el? A főszereplő egy fickó, akinek 23 személyisége van, a személyiségek többsége tök jó fej, akik elnyomják a rosszakat, viszont váratlanul két seggfej személyiség is felszíre kerül, akik elrabolnak három lányt, és elkezdődik az utóbbi időszak egyik legjobb pszichotrillere. És tényleg fantasztikus az egész, annyi feszültsége és olyan színészi játékkal, hogy leszakad a fejed. Aj, és végre nem azt kellett néznünk, hogy egy képregény adaptáció 16. részében egy űrlény szétveri az Empire State Buildinggel egy istennek a fejét. Úristen, tényleg kb. Jutott a mozi. Hanem a misztikum mellett valódi embereket nézünk, valódi történeteket, valódi drámákat, és közben mégis összefosod magad. Már a filmről kifelé jövet, és szuper lelkesek voltunk Dórával. Ez volt hosszú idők óta az első olyan mozifilm, amit én igazán élveztem. Mármint, hogy voltunk egy csomó mozifilmen, amik nem voltak rosszak, de olyan különösebben meg se hatott a kettő, viszont most kimondottan szarul érzem magam, ami egy hatalmas előrelépés. És azt is tegyük hozzá, hogy ez a fickó végre rendezett egy jó filmet, és amikor rendezte a filmet, már tudta, hogy jó lesz, hiszen a végén az utolsó jelenet, amit most nem fogunk elárulni, az mint egy jelezte, hogy ő mikor a filmet készítette és felvette ezt az utolsó jelenetet, tudta, hogy ez olyan minőségű lesz, mint az első filmje. Ez most nagyon bonyolultul hangzik, de az a lényeg, hogy visszatér, és ez egy baromi erős film, és nagyon ijesztő, úgyhogy nem egy ilyen első randi film, na. Hát nem. De mondjuk olyan 800. randinak elmegy. És most meg itt vagyok tulajdonképpen totálisan felkészületlen a holnapi síelésre, nincsen még síoktató, nincsen biztosítás, nem tudok sokat a pályáról, szerintem néhány dolgom hiányzik is, semmit nem raktam még össze, és még a múlt héten vásárolt GoPro-t sem volt időm kicsomagolni. De ezt legalább most megejtjük. Szóval, mutatom, mink van. Hát van először is egy Hero 5-ösünk, ez a csúcstechnikás GoPro, ennél jobb most nincs. Pillanat. Tapadó ízék, hogy fel tudjam rakni a sízsi zsakomra. Aksi. Még egy tapadó ízé. Töltőkábel. Jó, de ez most hogy van ide? Nagyon cseles, ez a GoPro egy intelligencia teszt, aki le tudja szedni a rögzítésről, az használhatja, aki nem, az túl hülye hozzá. Én egyelőre úgy látszik, hogy a túl hülye kategória vagyok. Sikerült leszedni. Az enyém vagy, az első GoPro. És rögtön egy ötös, mert hogy ez két dolgot tud. Az egyik, hogy van hátul egy LCD kijelző, ez azért nagyon hasznos, mert nem kell egy telefonnal összepárosítani, hogy lássam, hogy ő mit lát, hanem csak úgy látom, hogy mit lát. A másik pedig, hogy hangvezérlése is megy, szóval azért sem kell elindítani egy telefont, hogy elindítsuk a felvételt, vagy gombokat nyomogatni, csak felrakom a fejemre, azt mondom, hogy GoPro, vegyél fel és felvesz. Tovább. Töltőkábel, aksi. Aksi tölt, amivel egyszerre két aksit töltesz. Memóriakártya. Egyáltalán nem akartam megvenni, de rábeszéltek. Ez meg arra való, hogy az autóhoz oda rögzítsem a GoPro-t. Ja, és de barátságosan könnyen nyílik. Tok! Ez az autóhoz rögzítő. Robi mindig rászokott erre a gumira köpni, mert azt mondja, hogy akkor jobban tapad, de szerintem csak szimplán undorító. Kar, rögzítőhöz rögzítő. Kezdjük el tölteni. Na hát, ez itt az én kis töltősarkom, ugye, ahol egész nap töltődnek a dolgok gyakorlatilag. Akkumulátorok a kamerához, mert hogy több akkumulátor van hozzá, itt töltődik az Osmo, és itt szokott töltődni több külső akkumulátor is az iPhonehoz, de ezt hál' Istennek egyáltalán nem kell már használnom, amióta megvolt az aksicsere, és tök jó bírja a mobil. Úgyhogy most van végre egy szabad helyem a GoPro-nak. Egyik aksit ide, másik aksit ide, egy kicsit olyan, mint egy kenyérpirító. És elvileg itt kihúzom az iPhone külső aksi töltőjének a kábelét, és bedugom a helyére ezt. Töltődik. Na, a GoPro-t itt hagyhatjuk, ez holnapig töltődik, hogy készen álljon az utazásra, meg húzunk be a városba, edzünk egyet, és csináljunk szép képeket a Dunáról. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hideg van. Viszont néhány nap is jön a 7 fok. Az meg a Sauer Judit. Hello! Szia! Másfél héttel ezelőtt már benne volt az adásban, amit egyébként tudod, hogy mennyien néztek meg? Ó, nem tudom. 100 000 körülbelül. Köszönhetően szerintem annak is egy címlapképen szerepelti, úgyhogy a mai címlapképünk azt hiszem már meg is van. És hogyha valaki esetleg azt nem látta volna, akkor Judit gasztropápa. Ezt mondtam el abban a műsorban róla, és valóban minden ezért, ami gasztronómia. A csodálatos Budapestet mutatom meg éppen egy vendégünknek. Ő egy séf, aki Svédországból érkezett egyébként pont ma. Megbisztróban lesz egy vacsoránk,
és csak azért jött, hogy itt most együtt főzhessen a séffel, és a tokai borokhoz párosítunk egy vacsorát. Daniel, nice to meet you. He's Daniel, from Sweden, from Dania, Berlin. What do you think about the weather, so, comparing to Sweden? It's like actually colder here. We will cook some dinners. For 2 weeks, his menu will be available, paired with amazing Tokaj wines. You've been already in Tokaj? Yeah, actually. Did you try the wines? I tried the wines, a lot of wines. And? Very good, very good. So, season. If you're curious for the dinner, why don't you join us and come for the dinner? When exactly? Tomorrow or the day after tomorrow? Because I have to leave tomorrow. Because you're I traveling to... all the time. Yeah. If you come back, then maybe you can try the dinner. He will be not here, but his menu will be available for 2 weeks. So it will stay here. They will take care of it. Good luck. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye. Hello. Bye. Bye. Have a nice day. Úristen, ezért jó Budapest utcáin mászkálni, mert a legváratlanabb pillanatokban találkozol össze szupermenő nemzetközi szakácsokkal. Persze ez nem átismered Juditot, mert ő meg folyamatosan ilyen figurákkal mászkál. Na, de térjünk vissza a vágóképekhez. I'll paint you a picture, but it never looks right. És a vágóképek készítése közben utánéztem ennek a fickónak, mert soha az életemben nem hallottam még róla, de kiderült, hogy iszonyat nagy ágyú. Konkrétan azt írják róla a külföldi lapok, hogy menőbb kaját csinál, mint a legtöbb 3 Michelin csillagos étterem. És valami svéd farmon él, ahol maga vadászta le az ételt, szóval kivagy egy puskával, agyonlövi a szarvas, aztán megsüti neked. Na, ennyi a gasztronómiai kalandozás, már nekem haza kell mennem megvágni ezt az adást, aztán el kell kezdenem lassan pakolni, mert tudjátok, holnap indulunk zsihálni!